Kocsis Ferenc, késes népi iparművész vagyok. 18 éves voltam, érettségire, felvételére készültem. Erdészeti és faipari egyetemre akartam én felvételizni Sopronba, de elég nehéz követelmény volt, nekem pedig a tanulásnál jobban tetszett a élménygyűjtés, nézelődés. Így tettem azon a tavaszi napon is ki, mentem a Nagyvásárba, és ott láttam Szoboszlai Gábornak a munkáit. Teljesen lenyűgözött, amit láttam. Hát elsősorban a pásztorkései voltak azok, amik megfogtak. Gabi bácsi egy nagyon barátságos, közvetlen ember volt, és hát látta ezt, hogy nekem mennyire tetszik ez. Nagy kedélyesen mondta, hogy hát fiam, ennyire tetszik, hát megtanítom én ezt neked. Hát nekem nem sikerült a felvételém, valamit kezdenem kellett magammal, bekopogtattam hozzá, hogy ne Debreceni lakos volt, bekopogtattam hozzá, hogy jó napot kívánok, itt vagyok. Szeretném megtanulni a bicska készítést. Nem hajtott el, hanem beívott, elmagyarázta, hogy mit, hogyan kell csinálni. Valamiféle kézműves tevékenységet folytattam én már autodidakta módon akkorra, tehát faragtam elég sokat, próbáltam néhány kést csinálni, természetesen nem szakma alapjaival egyáltalán nem voltam tisztában. Azokat megmutattam, mondta, hogy hát jó, de majd megmutatjuk mi, hogy kell ezt rendesen csinálni. Így is volt, lépésről lépésre megmutattam a késkészítés, bicskakészítés műveleteit, és valahogy ott ragadtam nála. Így hétvégéken, esténként, délutánonként ott dolgozgattam. Debrecen környékén egy jellegzetes bicskaipar alakult ki. Tulajdonképpen Debrecen múltja elsősorban a kereskedelmen és a nagyállattartáson alapult. A legtöbb dolog ezzel kapcsolatosan fejlődött. A késkészítés az tulajdonképpen a állattartás kisegítő iparága volt. Elsősorban a mészárszékeknek, bőrös műhelyeknek, tímár műhelyeknek állított elő vágóeszközöket, illetve értelemszerűen az állattartással foglalkozó emberek viseletéhez és használati tárgyaihoz tartozó bicskákat, késeket állította elő. 1670-es évektől kezdve viszonylag jól dokumentált a debreceni késkészítés története. 1674-ben Erdélyből habánkésesek települtek Debrecenbe. Ők hozták a habán kézművesség sajátosságait magukkal. Jellemző volt rájuk, hogy igyekeztek mindent a kor lehetőségeihez képest legmívesebben, legprofibban megcsinálni, ezáltal igyekeztek különbözni a többi kézművestől. Késeiken is ez látszik, gazdagon díszített, berakásos nyelű bicskák, kések. A debreceni késeknek, bicskáknak a fő jellemzői valószínűleg az ő tevékenységük révén alakult ki. Ezek a sajátosságok lehet mondani, hogy napjainkig megmaradtak. Bicskakészítés terén az 1800-as évek második felébe volt egy fénykornak mondható időszak. Akkoriban több mint 30 késkészítő tevékenykedett Debrecenbe. Akkor alakult ki két a tájegységre jellemző, nagyon speciális bicskatípus. Az egyik a farvillás bicska, a másik a páros vagy oldalvillás kés. Ezek elsősorban pásztor emberek között voltak igen kedveltek és elterjedtek. Említik őket hortobágyi bicskáknak is, de valójában ezek Debrecenbe készültek. A farvillás bicskának a jellegzetessége az, hogy a villanyelébből egy kis kétágú húsvillát lehet kihúzni. Igazából inkább érdekesség vagy státuszszimbólum, gyakorlati funkciója szerintem elhanyagolható. Az oldalvillás vagy páros kés az pedig úgy működik, hogy ha tehát egymás mellől hajlik ki a penge és a villa, ha a villát kinyitjuk, akkor egy bajonettzárat oldunk, és két különálló darabra vehető szét, tehát lehet késsel villával lenni. Természetesen a pásztoremberekre nem volt jellemző, hogy késsel villával lettek. Ez az eszköz is inkább státuszszimbólum volt, tehát mintegy mutatta, hogy akár ehetnének késselvillával is, de mindenképpen egy érdekes, díszes eszköz volt. Mindkét bicskára jellemző, hogy a nyelük gazdagon díszített. Farvillás bicskák általában úgynevezett csillagos mintával díszítettek, tehát rengeteg kis apró szegecsekkel kivert a nyelük. A pároskések között is van szegecsekkel díszített, de előfordulnak figurális részberakások a nyelekbe. A berakások értelmét nem tudják egyértelműen, tehát a szimbólumrendszere nem teljesen megfejtett. Vannak olyan berakások, ahol egyértelműen felismerhető, hogy mit szeretne ábrázolni, és vannak olyan ábrázolások, amit végül is nem tudtunk megfejteni. A felismerhető ábrázolások közé tartozik például a kakas. Debreceni késkészítésnek ezek a hagyományai nem haltak ki. 19. század végén virágzott igazán, több család nagyon magas fokra vitte, például a Szabó Ferenc, a Kádár család, illetve a Németi család. Tulajdonképpen a németieknek köszönhető, hogy ez a fajta tevékenység átmentődött a 20. századra, a 20. század második felére is, hiszen Németi Lajos az 1970-es évekig dolgozott. Németi Lajostól egy akkor fiatalembernek mondható illető, Szoboszlai Gábor tanulta meg a bicskakészítést. Szoboszlai Gai bácsinak az édesapja kútásóként dolgozott, sok kutat újítottak, feltisztítottak ki, és a kuta kiszapjában találtak régi bicskákat. És Gabi bácsi gyerekként, fiatalemberként segített az édesapjának, és elcsodálkozott azon, hogy mik kerülnek elő a régi kutakból, elkezdett nyomozni, hogy vajon milyen bicskánk ezek, kicsinálhatta, és így találta meg a németieket. Megtanulta tőlük a bicskakészítést. Gabi bácsi sokoldalú tehetség volt, foglalkozott résztárgyak készítésével is. Pásztoreszközöket csinált, részkampókat, részfókusokat, csengőket, csatokat. Ebbe a palettába illeszkedtek be a pásztorkések. 1975-ben megkapta a Népi Iparművész címet. Egy elismert, nagyformátumú ember volt. Lószerszámjainak köszönhetően például eljutott a Velszi Herceg otthonába is. Egy nyertes munkája a Velszi Herceg tulajdona lett, és meghívta saját magához vendégségbe Gabi bácsit. Én 1985-ben találkoztam Szoboszlai Gáborral egy debreceni nagyvásár alkalmával. Természetesen az élet egy pár lehetőséget még mutatott. Először elmentem katonának, utána egyetemre jártam, elvégeztem az egyetemet, de valahogy ez a kézműves tevékenység, a késkészítés az mindig ott lebegett lehetőségként. 92-ben végeztem okleveles agrármérnökként. Akkoriban a mezőgazdaságnak a helyzete az nem volt éppen rózsás. Próbálkoztam a pályán megmaradni. Először elvégeztem egy vadászat-vadgazdálkodás képzést, de vadgazdaként se igazán sok szükség volt rám. Aztán egy agrártudományegyetemen egy PhD képzésbe kezdtem bele, de a kézművesség az mindig ott lebegett előttem. 93-tól kezdve aktívan zsűriztettem a munkáimat. Az első próbálkozásom az 89-ben volt. 89-ben 3 munkámat elfogadta a Népi Iparművészeti Tanács. Aztán így az egyetemi követelmények miatt kicsit háttérbe szorult, de 93-ban újra kezdtem a zsűriztetést, és 96-ban megkaptam a Népi Iparművész címet. Tehát ez egy több éves folyamat, illetve az ösztöndíjam is abban az időben járt le. Talán nem is véletlen, hogy ez a két dolog így összetalálkozott, erősen segítette a döntésemet, hogy merre tovább. Mert ott választani kellett, hogy tudományos munkát akarok-e folytatni, vagy pedig kézműves tevékenységet. Kézműves tevékenységet választottam. 1996 őszétől kezdve a késkészítés a megélhetésem forrása. Egy nagyon pici műhelybe kezdtem, tulajdonképpen lehet mondani, hogy a nulláról minden egyes eszközömet a zseppénzemből szereztem be. A kezdet nem volt könnyű. De végül is kiálltuk ezt a próbát, sikerült megalapozni egy komolyabb műhelyt, egy egzisztenciát kialakítani. Végül is lehet mondani, hogy nem volt rossz döntés. Ennyi idő távlatából lehet mondani, hogy nem volt rossz döntés. Szerintem a bicska az behajtható pengéjű kések speciális magyar változata. Nagyon sokfelé megfogalmazódik az az igény, hogy a kés pengéjét úgy tegyük biztonságossá és könnyen szállíthatóvá, hogy behajoljon a nyélbe. Az ennek való megfelelés az kialakítja a helyi specialitásokat. A bicska az egy magyar változat. Bár a szakma alapműveletei, illetve az eszköz készletének az elnevezése is német eredetű, viszont itt nálunk kialakult egy speciális formavilág és díszítő motívumrendszer, ami nem jellemző más vidékekre. Azt gondolom, hogy a hagyományos bicskák esetében ezek a legfontosabb tulajdonságok, sajátosságok. 50 évvel ezelőtt, 100 évvel ezelőtt még specifikusabb volt ez, tehát még jobban el lehetett különíteni azt, hogy melyik vágóeszköz az ország melyik részén készült. Bizonyos szakmai fogások, formák, díszítő elemek elkülöníthetővé tették azt, hogy ez egy debreceni bicska, ez egy szegedi bicska, ez egy dunántúli bicska. Ma kicsit összemosódtak már a határok. Itt az Alföldön is, vagy Hajdúbiharban is csinálnak olyan formákat, amik előtte a Dunántúlon voltak. Aztán a debreceni díszítő motívumokat is használják mások, akik nem ezen a tájegységen tevékenykednek. Nincs ezzel gond, színesedik a világ. Damaszkolás az egy régi fegyverkovás technológia, különböző acélminőségek felhasználásával történik, egy réteges szerkezetet alakítunk ki a damaszkolás során. Az alapja a tűzihegesztés. Az acélnak van egy olyan sajátos tulajdonsága, hogy egy bizonyos hőmérsékleti intervallumban igazából nem is szilárd és nem is folyékony halmazállapotú. Ebben a hőmérsékleti intervallumban meg lehet azt csinálni, hogy acéllapokat egybe kovácsolunk. Különböző acélminőségekből, tehát mondjuk A és B acélminőségből felváltva egymás mellé helyezünk kis lapokat. Jelen esetben 9 acéllapból indultunk, ebből 5 acéllap, ez a 2842 jelzésű mangántartalmú szerszámacél, 4 acéllap pedig a 15N20 jelű szintén szerszámacél. A első acélminőséget azt fém megmunkáló szerszámok készítésére használják, a második acélminőséget azt pedig a faipari fűrészek lapjához szokták használni. Első lépésben ezeket az acéllapokat, hogy nem mozogjon el, villanyhegesztővel összecsípjük, de ez nem tartozik igazából szorosan a damaszkolás folyamatához, ez csak egy segítség nekünk, hogy ne mászkáljanak szét a tűzbe az acéllapok. Megmelegítjük erre az adott hőmérsékletre, ezt becslés alapján állapítjuk meg, hogy megfelelő a hőmérséklete, amikor elérte a megfelelő hőmérsékletet, akkor összeütjük. Ahhoz, hogy ez maradéktalanul megvalósuljon, folyósítószert kell alkalmaznunk. Régi időkben ez nagy valószínűséggel kvarchomok volt, ma egy borax nevű vegyületet használunk erre a célra. A folyósítószer tulajdonképpen azt biztosítja, hogy a hevítés hatására az acél lapok felületén egy oxidréteg keletkezik. Ez az oxidréteg ez meggátolja azt, hogy a két acéllap fémesen érintkezzen egymással. Valahogy azt az oxidréteget el kell távolítani. a folyósítószer tulajdonképpen feloldja ezt az oxid réteget, és a nyomás hatására a folyósítószer és oxid keveréke az kinyomódik az acéllapok közül, és így már érintkeznek egymással, tehát tulajdonképpen össze tudnak tapadni. Kovácsegesztés hőmérsékletére megmelegítjük, majd összekovácsoljuk a különböző acéllapokat. A 9 különálló réteg látszólag eggyé válik. Aztán ezt az acéltömböt megnyújtjuk, középen megfelezzük, összehajtjuk, ismét beboraxozzuk, megmelegítjük, összetüzengesztjük, és ismételgetjük ezt a folyamatot addig, amíg az elméleti réteg száma 72 lesz. Azért mondom, hogy elméleti, mert a valóságban nem lesz már az annyi, mert a tűzbe folyamatosan veszít a tömegéből az anyag. Tehát az oxidáció révén egyre kisebb-kisebb lesz, és valószínű, hogy nem lesz az már 72 réteg, hanem kevesebb lesz. De amikor az elméleti réteg száma 72, akkor nem középen hajtjuk ketté, hanem 3 felé vágjuk, és akkor a 3 darabot tüzéhegeztjük össze. Így az elméleti réteg száma 216 réteg lesz. Jelen esetben megállunk itt. Nagyon sokféle damaszkolási technika létezik. Ez, amit elmondtam, ez az úgynevezett lapdamaszt. Úgy kell elképzelni a különböző acélminőségek képezte rétegeket, mint a könyvlapjait. Egy ilyen acéltömböt meg lehet csavarni, vagy mindenféle átmetszéseket lehet benne csinálni és úgy megkovácsolni. Tehát, hogyha ezeket a műveleteket is megcsináljuk, akkor nagyon látványosan tud módosulni a minta. 1001 változata van a damaszkolási technológiáknak. Amikor elkészült az a tömb, amiből a pengét meg akarjuk csinálni, akkor célszerű egy viszonylag közelítő méretet kialakítani ebből az acéltömbből kovácsolással, hogy minél kevesebb anyagunk menjen kárba. Hát a damaszkolás egy hosszadalmas, energiaigényes, munkaigényes folyamat. Ha megcsináltunk egy acéltömböt, akkor minél kevesebbet akarunk arról leforgácsolni, lemunkálni. Ezért ugye a penge befoglaló méreteit általában ki szoktuk alakítani, hogy minél kevesebbet kell leküszölni. Amikor megtörtént a befoglaló méret kikovácsolása, akkor szükség van egy teljes lágyításra, hogy a kovácsolás közöbeli anyagba belekerülő feszültségeket megszüntessük. Jelen esetben ez valamivel 700 Celsius fok fölött történik, és 1 óra hosszáig tart. Utána a kemencével együtt hagyjuk kihűlni a anyagot, tehát ez egy elektromos kemencébe történik ez a lágyítás. Lágyítás után gond nélkül tudjuk az anyagot fúrni, reszelni, hogy a márkajelet beütni, köröm helyett beütni. Amikor a debreceni bicskák kialakultak, létezett damaszt technológia, csináltak szabjákat, puskacsöveket ezzel a technológiával, de nem igazolható, hogy debreceni késekben volt ilyen penge. Mai világban ez egy kicsit érdekesebbé teszi a tevékenységet, igény van rá. Meg szoktuk csinálni damaszpengével, de nem szabad azt mondani, hogy ez a hagyományos bicska alapanyaga a debreceni bicskáknak. Azért alakult ki, hogy kedvezőtlenebb tulajdonságú alapanyagokból kihozzanak egy bortechnikai szintjén jobbnak tekinthető alapanyagot, egy szívósabb, rugalmasabb alapanyagot. Kohászat rengeteget fejlődött azóta. Vannak technológiák, amikkel olcsóbban elő lehet állítani nagyon jó alapanyagot. Érdekessége, illetve esztétikuma miatt van létjogosultsága ennek a technológiának a mai világban. Először a revét eltávolítjuk. Egy síklapot képezünk az anyagba, utána sablon mellett kifúrjuk a pengét, rájelöljük a elkészíteni kívánt pengepontos rajzát, a felesleget eltávolítjuk, élvékonyítást megcsináljuk. A bicska másik acélalkatrésze az a rugó. A rugókészítésnek is több módja lehetséges. Régebben kovácsolták a rugókat is, anyagfelhasználás tekintetében kedvező volt. Az a helyzet, hogy ma a munka drágább az anyagnál, tehát ritkán kovácsolunk rugót. Egyedi daraboknál lapos anyagból kireszeljük a rugót, széria munkáknál pedig présgéppel kipréseljük. Lágy állapotban történik a rugó kialakítása, akár egyedileg készül, akár széria termékről beszélünk. Ha egyedi kialakítás van, akkor pengéhez hasonlóan egy sablon mellett kifúrjuk, rájelöljük az anyagra a sablon körvonalát és kiköszörüljük, kireszeljük. Széria munkánál egyszerűbb a dolog, ott egy présszerszámból kiesik a forma, és ott egy fúrósablon segítségével kifúrjuk. Aztán belekerül a márkát jelölő felirat és a úgynevezett körömhely. Ez a bicskának az a bicskapengének az a része, amivel a hüvelyk úgy körme passzolna, de ritkán nyitjuk így, de ez a neve. Amikor ez megtörtént, tulajdonképpen tehát a anyagot minta alapján körbe reszeltük, délvékonyítást megcsináltuk, körömhelyet, feliratot beleütöttük, hőkezelésre kész a penge. Tehát a pengénél és a rugónál és a következő fontos technológiai lépés az acél hőkezelése. Hát az acél egy fura anyag. Hőmérsékletétől függően változik a kristály szerkezete. Ha megfelelő hőmérsékletre hevítjük az ecető acélokat, aztán kellően gyorsan lehűtjük, akkor egy olyan kristály szerkezet jön létre, ami sokkal keményebb, mint az edzés előtti. Minden acéltípusnak megvan a speciális hőkezelési technológiája, ami egyben jelenti azt, hogy milyen melegre kell felmelegíteni, mennyi ideig kell hűn tartani, milyen gyorsan kell lehűteni, ahhoz, hogy kemény legyen. És utána a felhasználási céltól függően vissza kell melegítenünk valamennyire, ahhoz, hogy ne csak kemény legyen, hanem strapabíró is legyen, szívós is legyen. Pengénél damaszkolt acél esetében valamivel 800 fok fölé melegítjük a pengét, körülbelül 10 percig van a kemencébe, aztán növényi olajba lehűtjük, majd történik egy körülbelül 230 Celsius fokos megeresztés. Az edzés utáni keménysége ezeknek a damaszkolt acéloknak körülbelül 62-63 Rockwell, a megeresztés utáni keménysége pedig 57-59 Rockwell. Hát ez a Rockwell C teszt, ez a szerszám acélok keménységmérésére szolgál. Egy gyémántkúpot nyomunk bele 1400 N-as főterheléssel az acélba, és a behatolás mélységéből határozzuk meg, hogy hány Rockwell kemény. Ehhez van egy hitelesített műszer, amivel tudjuk ellenőrizni, hogy a hőkezelés olyan irányba történt, hogy az történt, amit szeretnénk. A nyél az úgynevezett alaplemezre vagy platinára épül föl. Ez tulajdonképpen a bicska nyelet formázó legtöbbször rézlapocska. Manapság leginkább egy présgépen állítjuk ezt elő. Szükség van hozzá egy speciális présszerszámra, annak van egy vágólap része és egy bélyeg része. A bélyeg függőleges mozgást végez, nagy erővel megnyomja a lemezt, és tulajdonképpen a vágólap és a bélyeg, mint egy olló, elvágja a lemezt, és alul kiesik a kívánt forma. A bicskanyél másik fém része a baknyél, vagy platni, mondják így is, úgy is. Én azt hiszem, hogy a bakné kifejezés áll közelebb az eredeti német kifejezéshez. Szorító pofát jelent. A platina az pedig a platni, tehát lemezkék kifejezésből torzulhatott a bicskakészítők nyelvén. A bakni a platinához hasonlóan szintén vékony, legtöbbször réz vagy alpakalemezből készül, tehát meg kell domborítani és a kívánt formára kell vágni. Tehát ez a készítés menete. Régen Ezt a domborítást például egy órantuskon, egy bakni nyomóvassal oldották meg. Azt mondom régen, de nem olyan nagyon régen is csináltuk még így, tehát Szoboszlai Gábor is csinálta így, sőt én is csináltam így a pályám kezdetén. A mai világban ezt is legtöbbször préseljük, ehhez is kell egy speciális szerszám, ami meghúzza és utána kivágja ezt a kis alkatrészt. Ahogy kikerül a prészerszámból, úgy mondjuk, hogy fel kell talpalni. Ez azt jelenti, hogy vágási lapot síkra kell munkálni, hogy a platinához illeszkedjen. Készüljött reszelővel vagy csiszológéppel. A bicska készítés technológiája az végülis több száz év alatt alakult olyanná, amilyen. Meglehetősen nagy költsége lenne a bicskának, hogyha olyan technológiával csinálnak, mint mondjuk 200 évvel ezelőtt. Az eszközök ugyan változtak, de az alapelv az nagyon hasonló. Hát tulajdonképpen az excenterprés sem egy mai találmány, mert ami az én műhelyemben van, az késes műhelyben volt mindig, és kb. 80 éves gép. A bicska oldallemezét korábban kalapálással alakították ki, de az elv, tehát az, hogy vékony lemezből készül, az gyakorlatilag ugyanaz manapság is. A platinára meghatározott pontokon furatok kerülnek, tehát ki lesz fúrva a platina meghatározott pontokon. Ezt egy fúrósablon segítségével csináljuk. Itt fog rögzülni, ezeken a furatokon keresztül fog rögzülni a nyílpanel, illetve a pengerugó. Ezeken a pontokon fog fordulni, illetve rögzülni. Ahogy ez megtörtént, egy kis fémcsipesszel hozzárögzítjük a platinához, forrasztóvízzel a bakni és a platina közötti részt megkenjük, és egy ómfürdőben belemártjuk. Tulajdonképpen a bakni és a platina összeforrasztódik, illetve a bakni ürege feltöltődik ónnal. Elég sok kérdés felvet, hogy miért így csináljuk. Lehetne ezt más módon, lehetne tömöranyagból. Szokták mondani, hogy biztos azért van így, mert spórolunk a rézzel vagy az alpakkával. Tehát, hogy miért csináljuk így, annak több oka van. Egyrészt itt tanultuk meg, ez a hagyományos. Másrészt a késkészítő pályafutása során mindenki próbál ezen egyszerűsíteni, mert azért ezt így nehéz. Aztán kénytelenek vagyunk belátni, hogy a régi módszer a legjobb. Jobb bicskát lehet így csinálni, hogyha domborított baknit töltünk fel ónnal. Ez a szerkezet biztosítja ugyanis azt, hogy egy erős szegecset tudunk kialakítani. Tehát erősen megszegecseljük a bicskát, kialakul egy nagyfejű szegecs, de nem fogja túlszorítani az úgynevezett szorítópofákat, mert az ón miatt inkább néhány század millimétert behorpad a bakni, mint hogy túl nagyot szorítson. Az azért végképp nem áll meg, hogy így spórolnánk a költséggel meg az anyaggal, mert az óna sokkal drágább, mint akár a sárgaréz, akár az alpakka. Tehát több munkával, drágábban, viszont egy jobb rendszert csinálunk így ezzel a módszerrel. Azért ragaszkodunk hozzá a tradicionális bicskáknál. Tehát megtörténik ez a forrasztás, utána a ónnak a fölöslegét kívülről eltávolítjuk. Tehát először a platinák belső oldaláról, ahova majd kerül a penge és a rugó. Aztán átfúrjuk a ónt és a baknit, a platinán ugye már ott a furat. Utána a nyílpanelek közötti részről távolítjuk el az ón feleslegét reszelővel, illetve a furatot a bakni felüli részen megsülyeztjük, oda kerül majd a szegecsnek a feje. Ahogy ezeket a műveleteket megcsináltuk, tulajdonképpen a nyélnek a film részei nagyrészt kész vannak, aztán következik a nyélpanel. Mint mondtam, a debreceni bicskák nagyrészt szarúnyéllel készülnek, ez lehet szürke marhaszarva, lehet bivajszarv. Ezek a szarvak vagy tülkök, ezek ilyen csőszerű képződmények, tehát tulajdonképpen a koponyacsont egy dudorára nőnek rá, belülüresek, tehát ez a legvége, mondjuk egy 10-10 pár centis szakasz, ami tömör, a többi rész az belül üreges. Hát nem csak a tömör részt használjuk fel, hanem az üregeset is, de abból, hogy késnyélnek megfelelő formát tudjunk készíteni, ahhoz ezt a csőszerű képletet, ezt ki kell egyenesíteni. A szarú is egy érdekes anyag, bizonyos hőmérsékleten képlékeny. Az egyengetésnél ezt használjuk fel, megmelegítjük, és amikor érezni, hogy már enged, akkor egy kis préssel kiegyenesítjük. Megvárjuk, hogy kihűljön a présbe, és utána felhasználható. Szagúanyagot szintén egy sablon mentén körberajzoljuk, kivágjuk, aztán precízen a helyére köszörüljük, reszelővel még beigazítjuk, hogy minél pontosabban illeszkedjen. A nyélpanel anyagát és megmunkálását tekintve szintén őrizzük a helyi sajátosságokat. Tehát említettem, hogy a debreceni késkészítő céhet az tulajdonképpen a debreceni nagyállattartás, szarvasmarhatartás hívta életre, tehát egyrészt az állattartással kapcsolatos tevékenységek igényt támasztottak a vágóeszközökre, másrészt alapanyaggal is ellátták a késműves műhelyeket. Kezdetben a késesek a fésűsökkel voltak egy cégben, és 1670-es években váltak külön önálló késes céhé. Tehát először a fésűsökkel voltak egy cégben, mert mind a ketten szarut használtak. A késesek is, és a fésűsök is. Tehát mind a mai napig a leggyakrabban alkalmazott bicskanyél anyag nálunk a hortobágyi szürke marhaszarv, vagy bivajszarv. A megmunkálása gyakorlatilag annyiban változott, hogy hát most már tehát elektromos szalagfűrésszel vágjuk a szarut, nem kézifűrésszel, de ugyanúgy kovástűzön melegítjük meg, ugyanúgy kipréseljük a kiegyenesített, kipréselt szarut, pontos méretre csiszoljuk és felszegecseljük. Tehát ez a része is lehet mondani, hogy szinte változatlan. Sárga szegecsekkel helyére szegecseljük. Ha túl száraz a szarú, akkor könnyen reped. Ha túlságosan nyers, akkor felszegecselés után még zsugorodik, vetemedik. Tehát el kell találni azt az állapotot, amikor türelmes a szegecseléssel kapcsolatban, de már nem zsugorodik nagyon sokat. A felszegecselt nyélbe kerülhet a berakás. Szarú esetében itt ismét azt használjuk ki, hogy adott hőmérsékleten ez az anyag képlékeny. Debreceni bicskákban gyakran van berakás. Ez kis vékony rézlemezből vagy kis alpakalemezből kívánt formára alakítjuk. Sokféle eszközzel lehet, a régiek ezt fűrészsel és reszelővel csinálták. Hát most mi is követjük ezt, hogy egy kis lombfűrészsel alakítjuk ki a mintát. Aztán a mintát ráhelyezzük a szarúra, megmelegítünk egy kis fémdarabot, ez mindegy, hogy mi, tehát ez lehet ez a kis fémdarab, sárgaréz vagy vas, teljesen lényegtelen, a hőmérséklete nagyon lényeges, ugyanis annyira kell megmelegíteni a figura alatt a szarút, hogy az magába fogadja a figurát. Egy kis golyósprés fogja az erőt közölni, tehát a megmelegített kis fém tömböt megnyomjuk, és tulajdonképpen a szaru magába fogja engedni a figurát ezáltal. Ahogy kihűlt, ki lehet venni? Hát biztonság kedvéért be szoktuk szegecselni. Egyébként meglepően jól belerögzül a szegecselés nélkül is a szaruba a figura. Régiek nem is szegecselték, mi most a biztonság kedvéért be szoktuk szegecselni. Aztán jön a bicskának a finom beállítása. Tehát a sablonok mentén úgy megkapta a formáját, de azért ott még 1-2 tizeddel minden nagyobb egy kicsit a kelleténe. Tulajdonképpen össze kell játszani a pengét a rugóval, hogy a működése jó legyen. Ez a bicskának a finom beállítása. Megnézzük, hogy hol lóg túl, honnan kell elvenni egy picit, hol nem játszik jól. Honnan egy picit veszünk el. Rugóból könnyű munkálni, mert igazából ez a 45-47 Rockwell ez reszelhető. Pengéből pedig egy picit köszörülünk el, hogyha valahol nagyobb. Beállítottuk a bicskát, megvan a finom beállítás. Mai világban elég gyakran díszítjük a rugót. Régen is voltak díszített rugós bicskák, debreceni bicskáknál elég gyakran. Más tájegységeken nem volt annyira bevett szokás. Ma lehet mondani, hogy elvárás, hogy a rugót díszítsük. Reszelővel gond nélkül meg lehet csinálni edzett rugó acélnak a díszítését. Ha tágabban értelmezzük, akkor a késkészítés története az gyakorlatilag egyidős az emberi történelemmel. A kés az az eszköz, amit legrégebb óta, legsokoldalúbban és legtöbb mindenre használ az ember. Hát tulajdonképpen évezredekkel ezelőtt megcsinálták az akkori késnek megfelelő eszközöket, kőből pattintották ezeket, jó ideje már markolattal látják el. Természetesen, ahogy anyagok terén bővültek az ismeretek, úgy változott a késeknek is az anyaga. Először kőből, aztán bronzból, majd a vas ötvözeteiből készült. A magyarság történetével kapcsolatban is meg lehet említeni bizonyos késtípusokat, tehát nyilván a 9.-10. századtól nevezhetőek magyar vonatkozású leleteknek ezek. A legrégebbi hazai kések azok minden jel szerint fixpengés kis kések voltak, a nyílbe markolattuskével rögzítették őket. Jellemzőjük volt, hogy minél kisebb mennyiségű vasból igyekeztek megoldani a pengét, hiszen a vas meglehetősen drága anyag volt. Az az eszköz, amit ma bicskának nevezünk, az megvolt már a rómaiak korában is. Talán van 10. századi magyar vonatkozású lelet is. Ezt nem merem 100%-os biztonsággal állítani, de minthogyha rém lenne ilyen cikk. A bicska elnevezés az tudomásom szerint török eredetű szó. Bicsak török szónak a változása hozta létre. Az eszköz is a 17.-18. századtól válik ismert és gyakorivá így a magyar leletekbe. Tehát tulajdonképpen a nyélbe behajtható penge biztonságossá és könnyen hordhatóvá teszi a kést. Tulajdonképpen a fő elemek kész vannak ezzel, tehát megvan a bicskanyél, benne van a berakás, pengerugó le van hőkezelve, a pengetövét meg szoktuk csiszolni, hogy minél finomabb legyen, illetve a platinák belsejét is meg szoktuk csiszolni, hogy ne nagyon karistolják már egymást. Aztán a bicska belsejét felpolírozzuk, tehát azokat a részeket, amikhez már összeszegecselés után nem férnénk hozzá. Azokat a részeket felpolírozzuk, aztán összeszegecseljük a bicskát, megcsiszoljuk a nyelét, baknyira belekerülnek a díszítőcsíkok, aztán a pengecsiszolás, élezés, polírozás történik. Vásárlói szokások sokat változtak az elmúlt 25 évben. Tehát amikor elkezdtem ebből élni, akkor leginkább kézműves rendezvényeken értékesítettünk. Ezek különböző történelmi fesztiválok, illetve kézműves vásárok voltak. Tulajdonképpen két hetente elmentünk egy ilyen egy-két napos rendezvényre, ahol számos alkalommal mesterségbemutatót tartottunk, vagy csak kiálltunk a portéka mellé. Aztán 2005-6 körül vettük azt észre, hogy az emberek nagyobb értékű kézműves terméket már nem szívesen vásárolnak utcai sátrakból. A rendezvényeken inkább csak ételt, italt, illetve apróbb dolgokat vásároltak, de nagyjából ezzel egyidejűleg fogalmazódott meg az a gondolat többek fejébe, hogy speciális szakmai kiállításokat, illetve vásárokat kellene rendezni. Ennek szellemében került megrendezésre először a Székesfehérvári Tűzzávassal Fesztivál, azt hiszem 2004-ben, illetve Budapesten egy nemzetközi késkiállítás. Mindkét rendezvény azóta is rendszeresen megrendezésre kerül. Ezek mellett még országban van néhány kisebb rendezvény, ahol kifejezetten késeket lehet értékesíteni. A damaszpengéknél szükség van pengecsiszolás után egy kezelésre. Egy vasklorid oldatba beletesszük a pengét, és ez jeleníti meg a mintát igazából. Az eltérő acélminőségeket más módon oldja ez a vasklorid. A nikkel tartalmú részeket sokkal kevésbé oldja, a magántartalmú részeket jobban. Többféleképpen meg lehet oldani. Tehát vagy nem szegecseljük be a pengét véglegesre, köszörülés előtt, vagy pedig azt az eljárást követjük, hogy beszegecseljük, megcsináljuk majdnem készre az egész bicskát, aztán azokat a részeket, amiket nem kívánunk savazni, vagy pácolni, azokat kitakarjuk, és lemártjuk a pengét. Hát kinek kedve és ízlése szerint történik ez. A élezés viszont mindenképpen a pácolás után célszerű. Az megtörtént, bicskát meg kell tisztítani, kitakarítani belőle a készítés közben rákerült csiszolópaszta maradványokat. Meg kell nézni a működését, általában a tisztítás előtt egy picit szorulnak a bicskák, tisztítás után kevésbé, át kell kenegetni a működő részeket. És lehet mondani, hogy a termék kész van. A késkészítő munkája viszont nem ért még véget. Tehát a késkészítő munkája akkor ér véget, amikor a bicskát értékesítette, pénz a számláján van, a kiállított bizonylat pedig a könyvelőnél. Tehát ezeket a dolgokat végig kell csinálni. Természetesen értékesítés terén élünk a technika adta lehetőségekkel. Mód van a online értékesítésre, nekünk is van egy webáruházunk, az elkészült darabok ott kerülnek bemutatásra, illetve ott kínáljuk eladásra őket. Meglehetősen jó tapasztalatunk van ezen a téren, hogy hosszabb időtávot tekintve hogyan fog alakulni a késkészítés helyzete, azt nem tudom megmondani. Most lehet azt mondani, hogy csúcson van a szakma, reneszánszát éli ez a tevékenység. Nagyon sok jó késkészítő van, nagyon sok szép bicska készül. Bicskák gyűjtése, lehet mondani, divat jelenleg. Nyilván nem lehet mindig a csúcson lenni, tehát elképzelhető, hogy hanyatlás fog valamikor történni, de azért bízok abba, hogy a kézműves termékek azok értékálló dolgok, tehát lesz helyünk ebbe a világba később is. Fontos a utánpótlás kérdése. Azt hiszem, jól állunk ezen a téren. Fiatal emberek is érdeklődnek a késkészítés iránt. A fiatal emberek egyike a fiam. Igazából ő, lehet mondani, hogy mióta megszületett, belelát ebbe a tevékenységbe. Körülbelül 3 éves kora óta rendszeresen jár velem rendezvényekre. Tehát ő, lehet mondani, egy késkészítő műhelybe született bele. Egészen pici gyerekkorában látta az alapműveleteket, körülbelül 13-14 éves korában próbálkozott először bicskakészítéssel. A legelső bicskáját kizárólag kézi eszközökkel készítette el. Hát most már nyilván a nagyobb teljesítményű gépekkel is tud dolgozni. Vannak zsűrizett munkái. Reméljük, hogyha az ideje engedi, egy újabb népi iparművésszel gyarakodunk. Késkészítés az a életem egyik legfontosabb része. Tehát a feladataim között a legfontosabb, vagy a teendőim között a legfontosabb, lehet mondani, hogy a legfontosabb. Hiszen több mint 25 éve a napjaim nagy részét, vagy az aktívan töltött időm nagy részét a késkészítéssel töltöm. Aztán természetesen a tárgy is jelent valamit, tehát nem csak a saját magam által készített eszközök, hanem maga a bicska vagy kés, tehát bárhol meglátok egy vágóeszközt, egy hagyományos bicskát, akkor azt kézzel veszem, megnézem. Minden egyes tárgy egy történet is. Legyen az egy ipari termék, tehát ott is egyértelműen magán viseli azokat a jegyeket, amik a technológiából adódnak. Egy kézműves termék talán még inkább, tehát a kézműves termék megmutatja azt a technológiát, ahogyan készült, megmutatja azt a kulturális közeget, ahonnan származik. Tehát nem csak lóg a levegőbe, nem egy fantázia eszközről beszélünk, hanem azt egy közösség kialakította valamilyen szempontrendszer szerint olyanná, amilyen. Benne van annak a közösségnek az ízlésvilága, a világhoz való viszonya, az az elvárásrendszer, aminek meg kell feleljen az a tárgy funkcionálisan. Nagyon sok minden benne van. Ha kellően elmélyedünk, ebből sok minden átjön, sok minden kiolvasható. Tehát ezt is jelenti számomra a bicska vagy a kés, vagy a tradicionális vágóeszköz. A késkészítő szakma végét évtizedek óta jósolgatják, tehát már 1980-as újságokban azt írták, hogy kihalófélben lévő mesterség, már az utolsó, aki csinálja, és mégis itt vagyunk. Tehát tulajdonképpen sikerült átmenteni ezt a kulturális örökséget. Lehet mondani, hogy egy kapocs vagyunk a múlt és a jövő között. Azt gondolom, hogyha annak idején nem lettünk volna jó helyen. Tehát, hogyha Szoboszlai bácsi édesapja nem találta volna meg a kutakba azokat a bicskákat. A Gabi bácsi nem látott be fantáziát. Ha én véletlenszerűen nem találkozok, vagy sorszerűen, ki tudja, Gabi bácsival azon a vásáron, akkor nagyon sok ember nem tudná most, hogy a debreceni bicskák milyenek voltak. Hál' Istennek most már beleégett a fejekbe. Most már csinálja több ember a környéken. Tehát nem múlt el. Azt gondolom, hogy 100 év múlva is fogják tudni azt, hogy ez volt. Honnan indult, hol tartott a 19. század végén, hol tartott a 21. század elején. Bízok benne, hogy 100 év múlva is fogják tudni.